Kettős Györfi évfordulóra emlékezik egész évben Karcag városa. 140 éve született a Nagykunság fővárosában, az ország első néprajz tudósa, aki befejezetlenségében is teljes életművet hagyott maga után, amikor 55 esztendős korában elhunyt. Kultusza azonban mai napig él a karcagi mindennapokban. Olyan útravalót kaptunk, amely meghatározza egész életünket. És ezt a mai öröm ezt mondani, ezt a mai pedagógusok is folytatják, hiszen azok a hagyományok, amelyek jellemzőek Karcagra, legyen ez népdal, néptánc, népviselet, és még sorolhatnám sokáig, ez mind-mind élő hagyomány. Tehát mi nem ápoljuk, nem őrizzük a hagyományainkat, hanem ahogy Sebő Ferenc is mondta, mi megéljük a hagyományainkat, és ezt köszönhetjük Györfi Istvánnak, annak a munkásságnak, amelyet ő letett. Egy picit ugye gondolkoztam azon, hogy mit is mondhatnék egy Györfiről szóló konferencián, amikor nyilvánvalóan az előadók sokkal többet tudnak az ő munkásságáról, az itt jelenlévő pedagógusok, fiatalok is talán legalább annyit, ha nem többet tudnak róla, mint én. És itt azon tanakodtam, hogy inkább az a személyes érzés, ami vele kapcsolatos. Hiszen nekünk már, nekem legalábbis megadatott az, hogy alsó tagozatban már felolvasott az osztályfőnök, a tanítónéni a nagykunsági krónikából, hogy felső tagozatban már irodalom órán az I. és Gyula írását, Györfiről szóló írását olvastuk, hogy olyan pályázatokon vettünk részt, iskolai pályázatokon és városi pályázatokon, amely Györfi István néprajz tudósi munkásságát volt hivatott feldolgozni, és ezeken a pályázatokon nagyon szép dolgozatok születtek. Mint ahogy a mai naphoz is egyébként a rajzpályázat kapcsán nagyon sok szép élménye fűződhet a fiataloknak. És egy élmény mindenképpen szeretnék megosztani önökkel, nem is élményt, egy érzést, mert polgármesterként elég sokat kell járnom Budapestre, és amikor indulok haza a Nagykörúton, és mielőtt lekanyarodunk az Üllői útra, ugye balra, nem eltévesztve a sávokat, mert akkor elég nehéz ott kiigazodni, akkor mindig egy picit jobbra nézek, és hogyha ülnek mellettem az autóba, akkor mindig fölhívom a figyelmét a mellettem ülőknek, hogyha elnéz jobbra, akkor a Györfi István útnál kell elfordulni Karcag irányába, és akkor biztosan hazaér az ember. Tehát Györfi a mai napig utat mutat mindannyiunknak, az a szellemiség, amit ő letett az asztalra, az élteti városunkat, élteti a fiatalokat, és még remélem, hogy nagyon sokáig fogja éltetni. A 140 éves évforduló előtt tisztelegve a Néprajzi Múzeum, a Karcagi és a Miskolci Közgyűjtemény néprajz tudósai tartottak előadásokat, Györfi István munkásságát bemutatandó. Ezt a konferenciát már régóta, egy éve körülbelül szervezzük, kellett is a szervezés, hiszen a Néprajzi Múzeumot megkerestem, de a Néprajzi Múzeum is folyamatosan ugye munkában volt, hiszen most nyílt meg végre 150 év után az első új állandó kiállításuk az új állandó épületben. Néprajzi Múzeum rögtön a legelején támogatott, dr. Kemencsi Lajos főigazgató úr és Granasztói Péter egyértelműen mondták, hogy itt lesznek, illetve javasoltak előadókat, azért is volt ennyi előadó a Néprajzi Múzeumból, hiszen hogyha meg lehetett figyelni, hogy a Néprajzi Múzeum munkatársai, a Karcagi Múzeum munkatársai, illetve a Miskolci Múzeum munkatársai adták zömmel az előadók számát. A különböző tematika alapján, vagy különböző előadások voltak, Györfinek a munkássága, a Györfi munkássága alapján alapítottuk meg, illetve elmélete alapján. Granasztói Péter, főigazgató helyettes úr, nem csak mint néprajzos, hanem mint a Györfi család leszármazottja is,
tehát úgy is tartotta az előadását, hiszen ő Györfi István dédunokája. Tehát ebből a szempontból is nagyon örülünk neki, hogy ő is itt volt az előadásom. De minden kolléganőt is nagyon, ugye, kiemelhetném, Gebauer Hangát, aki pár évvel ezelőtt már a Fekete-Körösvölgyi kiállítással már szerepelt Karcagon, most a Fekete-Körösvölgyi kutatásokról tartott előadást. Ugyanígy kiemelhetném a Dobrudzsai kutatásaik előterjesztőit, a Paré Gabriellát és a Zacskó Vivient, illetve hát nem akarok természetesen mindenkit személy szerint kiemelni, hiszen akkor a riportnak a kereteit is túlfeszíteni. Úgy vélem, hogy az előadás, illetve a konferencia az első visszajelzések alapján, mondhatni az exit poll alapján, azt mondhatom, hogy sikeresnek minősítették a jelenlévő kollégák. Azért volt karcagi érdeklődő is, főképpen az elején is, tehát nem olyan konferencia volt, hogy csak egymásnak beszéltek a muzeológusok. És itt szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, karcag képviselőtestületének, illetve polgármester úrnak is személyesen a részvételt és a helyiség biztosítását, illetve F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak is a támogatását és a jelenlétét. Úgy gondolom, hogy ők sem úgy töltötték haszontalanul itt az időt. Az előadók, illetve a hallgatóság visszajelzései alapján a Györfi konferencia szakmai szempontból és az érdeklődők számát tekintve is sikeres volt, tette hozzá a múzeumigazgató.